Na, területbejárás. Ugyanis a mai naptól van hivatalosan engedélyem. Eddig is itt voltam, csak nem volt papírom. Tudtak róla, hogy itt vagyok, az kész. De most már van nálam engedély, úgyhogy most bejárom a területet. Egyrészt ennek az az oka, mindjárt elmondom, csak azért mutatom, hogy mivel állok én most szembe. Itt ez nem a mai munkám lesz, de azért a kedvetekért bele fogok fogni, ugyanis a KSP 155-ös fűrészemet bejárattam. A múltkor ott voltunk, hát már ugye nincs ott a fa, ott volt keresztbe, az Attiláékkal. Az a lényeg, hogy elkezdem most kitakarítani a területet, ott fogok kezdeni szembe, de majd később láthatjátok. És hát az ilyen elhalt bokrokat fogom kiszedni innen, teljesen meg lesz csupaszítva a terület, olyan lesz, mint itt. Ugyanolyan tiszta lesz minden, mint itt. Mondom, elkezdtem én ezt már nem tudom, több mint két hete ide járkálok ki. Jó terület. Közelebb is vagyok, és itt van, és csak ezeket a bokrokat is, hát van, ami már ki se kell vágni, csak ki kell húzni, mert úgy el van száradva. És akkor tulajdonképpen itt is a bokrok helyén egészen oda a magas fákig lesz egy tiszta terület. Ugyanis itt ilyen sportrendezvények szoktak lenni. Ott lehet látni valami táblát fönt. Itt szoktak futkorászni a hegyekbe, meg a patakon át, meg ilyesmi. De szerintem jobban fognak ők örülni, hogyha itt ki van takarítva a terület. Egyrészt, mert itt van a sportpálya, ahol a nyári rendezvényeken, minek hívják, tekerjatóra fesztivál, ott szoktak sátorozni, és nem elég a hely. És ugye, hogyha ez ki van itt takarítva szépen, akkor idáig is eltűnő. Azért van kirakva oda, hogy ne sátor, ott van egy tábla, hogy ne sátorozzanak, mert itt akkor valami sportrendezvény volt. Talán, ez csak feltételezem, meg itt is van, nézed, meg hát szedem össze a szemetet. Ilyesmi, úgyhogy gyönyörű rendet fogok vágni. Hát egyelőre ennyi csak. Na, hogy miért szoktam ezt így lefilmezni? Hát csak amiatt, hogyha valakinek gondja adódna azzal, hogy mármint erdészettől vagy bárki, akkor fogja látni, hogy nem élő fákhoz nyúlok, hanem itt van. De egyébként mindjárt mutatok egy élő fát, amit mindjárt ki is fogunk szedni. Na hát ezen itt például nagyon jól látszódik, hogy még mindig élő fa életben van, ennek ellenére, hát nem fogom így hagyni, hát nyilván. Illetve ott van egy másik, az gyökerestől van kidőlve, ott úgy néz ki, mintha ugye bokor lenne messziről, de nem. Ez egy földön fekvő, de élő fa. Ezt is föl fogom darabolni. Hát meg itt is vannak ilyen kiszáradt dolgok. Meg, hol láttam? Hát itt is itt van ilyen viharkárosult részek. Azokat lenyesegetem. Ez is olyan, ami itt fekszik. Meg hát ott van egy-kettő kiszáradva szembe. Na mindegy. Tehát azért szoktam én ezt így, hát ott is van, tele van anyaggal, mondom, és jó sokáig ide fogok járni, mert még nem is mutattam meg az egész területet. Tehát ennek az az oka, hogy ezt most így lefilmezem, meg bejárom az egész területet, hogy legyen neki nyoma, hogy mi az, ami innen eltűnt, mert ugye nem csak, hogy földarabolom, hanem haza is szállítom. Mondjuk otthon is meg lehet. Ó, itt is itt van egy csomó kiszáradt fa. Na jó, megyünk tovább. Hát ami meg itt van, ezt, hogyha így véget ért a tűzgyújtási tilalom, akkor lehet, hogy szépen nekiesek, ugyanis már pár ilyen kupacot összehordtam ilyen gaj végekből, de az is lehet, hogy megvárom vele a telet. Általában télen szoktam tüzelni, és itt azért könnyű helyzetem van, mert ez nem fenyőerdő. Tehát a másik erdő, ahol itt is itt van egy fa. A másik erdő, ahol szoktam lenni, ott egyáltalán nem szabad tüzet gyújtani, se télen, se semmikor az ilyen nyesedékeket, meg semmit, mert hát az fenyőerdő, ott nem szoktam kockáztatni, de hogyha itt elég nagy üres tér van, és mondjuk ködös párás idő télen, akkor ezt nyugodtan be lehet gyújtani. Előző, nem tudom, hanyadik filmben, 2, 3, 4, valamelyik filmben előzőleg megkérdezte valaki, talán ketten is, vagy hárman is, ezek közül az egyik én voltam álnéven, hogy miért hozom ki a kalodát az erdőre magammal. Hát íme, ezért. Itt marad a fűrészpor.
nem csak itt, hanem ott is ott van. Ahol ugye daraboltam az ilyen száradékokat, azt pedig azért gyűjtöttem össze, ezek a lábon száradt akácnak a háncsa, azt majd viszem haza begyújtani, csak hogy mikor, azt még nem tudom. Na de, mondja, hogy... Most az lesz, hogy nekiállok annak a területnek, amit az előtt megmutattam, de amúgy úgy is fogjátok látni, mert egy-két részt fölveszek belőle, és ilyen vékony száradékokat azt már egyenesen a kalodába teszem, és itt kint földarabolom, ugyanis már nem nagyon fűtünk, tehát már az otthoni fát, amit már hazaviszek, azt én nem szeretném arra használni, tehát a méterfát, hogy otthon földaraboljam és elfűtsem, hanem azt már viszem haza, és azt depózom be, és otthon is marad, és itt kint. Aztán hazafele beúrok egy kis vesetisztító folyadékért. Kicsit bemelegítem a fűrészt, aztán elkezdek aprigatni. Mondom, hogy ma nem terveztem ilyen nagyobb darab fákat földarabolni, de egyet vagy kettőt ott megteszek, de csak is a film kedvéért, illetve nem viszem haza, mert most innen viszek haza fákat. Itt vannak ilyen apróságok. Tökéletes a magnézium fuchsim, belet járatva. Nagyon-nagyon finom gépezet. De majd mindjárt mutatja magát. Azt mondja, hogy... Hát ezt már sokszor elmondtam, ez nem berántós. Ezt csak be kell húzni finoman. Ilyenkor már izgulok, meg bizsereg a kezem, mikor kint vagyok az erdőn, itt már nagyon jól érzem magamat.
Megmutatom később, hogy mennyire lesz ez tiszta a végére. Na, ez az első ilyen eset. Ilyen még nem fordult elő velem. Ugye megérted. Azt mondja, hogy ez az akát, ugye el van száradva, de ez nem is tartozott szinte semmihez. Fönt, majd lehet, hogy megmutatom, ennek a fának egy bizonyos részén fönt lógott, föl volt akadva, és az volt a mákom, hogy ez a fa arra megy, abba az irányba, hogy itt dolgoztam, ezt már rég kivágta valaki, ugyanis itt van egy vágás, tehát ez így volt a földön, csak ugye rádölt idő, azt itt hagyták a bokrokon, és ugye ebbe a fába kapaszkodott ez. Elvágtam belőle egy métert, ugye lezvont, és utána az az a száradék basszus lezvont ide mellé. Hát hogyha az elkap, mondom, ilyen még nem történt. Meg hát tartottam is tőle, amikor itt neki fogtam dolgozni, mondom, atya igaz, ott van fönt, kap egy szellőt, pont most fog leesni. És pont most. Úgyhogy egy méterre tőlem becsapódott. Szép nagy darab. Mondom, mindjárt lehet látni a földdarabról. Kicsit belém állt az ütő. Én gondolkodtam, hogy elmegyek magamon könnyíteni, mármint nagy dolgom az elvégezni,
Hát ez most elmúlt. Nem lesz rá szükség egy darabig. Annyit minden esetre megtanultam, hogy még egy ilyen eset előfordul, hogy meglátok a magasban egy ekkora fát, akkor vagy nem dolgozok ott, vagy nem nyugszom addig, amíg le nem fedem valahogy, mert talán lehet itt is elég lett volna meglibegtetni az akácfát, és akkor mögé állni óvatosan, de a jövőben én ezt nem fogom a véletlenre bízni. Elfelejtem, hogy ez elmozdul rajta, és vissza kell csavarni. Aha, oda mennek. Na jó, ezt majd utána. Megpróbálom addig behunyott szemmel csinálni. Nézd, mit találtam. Ez gyanítható, nem tudom, milyen uvaznak a lámpája lehetett valamikor. Ez elárulja, aki ismeri az ilyen járgányokat, ez elárulja, hogy ez itt mi. Tele van itt minden ilyen régen elhagyatott fém darabokkal.
aztán ilyenkor el kell kezdeni takarítani, összépakolni mindent, aztán folytatni tovább, nem igaz? Aj, micsoda jó anyag a Danisz! Nézd meg, micsoda jó száraz akác! Majd mindjárt mutatok valamit. Egyelőre ennyi. Nagyjából elkezdek fölrakodni, meg hát megmutatom, hogy minek hozom ki a kalodán. A tizedik szívószálat találom normális, hogy az emberek kijön egy erdőbe, nem tudom mivel, de van nála szívószál, mindenféle színű szívószál. És ja, itt is van. Tessék! Lehet már dobolni, nem? Tessék. Hát az ilyen apróságot el szoktam vinni, hozott bevágom a kukába. A fasznak kell szétszórni az erdőn, úgy érti, nem? Hát de! Ostoba állat. Ennyi, röviden. Na, ott meg egy fehér szívószál, hát az meg. Komolyan. Köszönöm!
egyszerűen megfogalmazva kurva jó. Nagyon faszán bejárattam. Na, hát amit itt a kalodába összedarabolgattam, ez körülbelül 2-3 napi fűtőanyag, nem, már csak este fűtünk be, mert azért éjszaka még ilyen 5 fokok, 6 fokok, 7 fokok vannak. Vágjunk nagyobbat is? Én attól tartok, hogy ez gyaníthatóan milyen fa volt. Már lehet látni, hogy kemény fa. Te mennyi van? Mert te már akár rohadt vég vagy, nem kellett. Szóval én attól tartok, hogy én ezt nem méterbe, hát a tököm se fogja ezt azért méterbe megemelgetni, hát az nagyon nehéz. Én ezt a helyszínen fogom felkubizni, ezt úgy viszem haza, de nem most. Mert már meg vagyunk papolva nagyjából, csak hasítunk egyet. Kézzátétellel. Kiváló! Lelazult a lánc. Persze, mert egyszer visszaütött. Jaj! Mindig csak a baj. Mindig meg kell állni valami szarságért. Szerintem ennyi elég is mára. Közben el is ment az idő. Még van ma egy kis dolgom. Jönnek hozzám ketten is, mennyi az idő? 10 óra 40. Hát ugye még be kell szaladni a diszkontba. Vese. Van vese, tisztítani kell. Ez az egyik. Másik. Mit találtam én ki már otthonra? Azon kívül, hogy iszok egy pár sört. Az nagyon fontos tétel. Az nagyon fontos kitétel. Hányszor előfordult, hogy bementem a boltba, és hát a nejem leküldött vásárolni. És ilyen rutinból megyek ki az autóhoz, ugyanígy diszperzites vederrel járok bevásárolni. Hát, hogy sok sör férjen bele. Megyek ki, és mondom, mit felejtettem el venni, basszus? És mondott a nejem vagy 5 dolgot, na én ebből csak a sört vettem meg. Bementem, és szokás szerint rutinból, mert ugye én csak sört szoktam venni, semmi mást. Ritka, hogy én vásárolok. Na nézzük egy indítást. Ja. Ha beindítom, akkor már megyek és nem tudom kikapcsolni a kamerát. Ezt nézzétek meg, milyen csodás színösszeállítás, ilyen napsütötte guga. Nekünk van ilyen virágunk.
aranyvesző. Egyébként ezt a színösszeállítást már, megmondom, csak mivel lehet feldobni. Oh, ezzel. Meg. Ezzel. Ezt ajándékba kaptam a Flame-től.